Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy én el se hiszem, hogy itt ülök. Egy évvel ezelőtt egy hasonlóan forró nyári napon, igaz éjszaka, ültem egy balatonboglári szórakozóhelynek a bárkútja mellett. Megittünk már egy pár sört, meg unikumot, és mellettem ülő Pázmendi Gergely úr, akit körülbelül fél órája ismertem, de lehet, hogy egy napja, ezt már nem tudom. Azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Robi, én szeretek veled beszélgetni, csináljunk egy podcastet. Ez nem egészen egy évvel ezelőtt történt. Ehhez képest most itt ülünk a Bánkító Fesztiválon, úgyhogy szeptemberben eljött hozzám a lakásomra, csináltunk egy próbafelvételt, decemberben felvettük az első adást, és hát januárban debütált a Mindenségit podcast, ami most ott tart, hogy több mint 220 ezer összmegtekintésnél jár, és hát nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi ember lesz kíváncsi arra, hogy mi mit gondolunk a világról, illetőleg, hogy mi mennyiben szeretnénk változtatni azon, hogy az emberek hogyan vélekedjenek a mindennapjaikról. Úgyhogy hát ezzel a személyes megjegyzéssel engedjétek meg, hogy megkezdjem, és meg szeretném köszönni első körben Gergőnek, hogy itt lehetek. Másodszorban Szabán Samunak, aki meghívott ide bennünket, mert ő is vendégként járt itt. Illetve mindenkinek, az öcsémnek, Tóth Barnabásnak és Szávics Attilának, akik a munkájukkal segítik a mi műsorunkat. És hát nem utolsó sorban, vele kellett volna talán kezdjem, Rutka Jánosnak, aki itt van velünk, és ezen a mai napon megtisztelt azzal, hogy idejét, energiáját ránk áldozza, és kicsit beszélgetünk a Mindenségit podcastről, a világról, a futballról, és úgy nagyjából, mint ami az egész Mindenségit célkitűzése az életről. Szervusz János, köszönjük szépen, hogy eljöttél velünk. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik ilyen melegben vették a fáradtságot, és megtiszteltek minket. Köszönjük, hogy itt vagy. Még egy személyes megjegyzést engedjetek meg. Körülbelül 15 évvel ezelőtt ültem kint a Sziget Fesztiválon egy hasonló pódiumon, sportújságíróként dolgozom, és sportújságírók ültek együtt, és hát ott volt a szakmának néhány jeles képviselője, nem is tudom, hogy kerültem én oda. Én is ott ültem fönt, és gondolkodtunk, hogy miről fogunk beszélgetni, és volt egy hölgy, aki a konferencié volt, körülbelül 3-4 napja már ment a Sziget, és hát ennek szellemében nem volt túlságosan józan. Gyakorlatilag olyan, mint aki 4 napon keresztül punk módjára vedelt volna, és ott kezünkbe adta a mikrofont, és mondta, hogy beszéljetek. Senki nem tudott megszólalni, és csak annyit tudott belenyögni a mikrofonba, hogy mi van a Fradival? És onnantól kezdve az egész műsor szépen elindult. Egy Fradi játékos, volt Fradi játékos ül itt mellettünk, és hát a Fradi az abban a szempontból nagyon fontos most, hogy Gergő képes volt lila pólót fölvenni erre az alkalomra, ami azt gondolom, hogy ez nagyon... Le is itt a gyorsan. Ez egy szentségtörés. De nem a Fradiról szeretnénk, hanem Isten igazából arról, és azért gondoltuk, hogy téged hívunk meg ide, mert azt gondoljuk a Gergővel, hogy te abszolút te cáfolod azt a képet, amit az átlagember sztereotípiaként megfogalmaz magában a profi futballista képéről. És ehhez képest te egy színházba járó, fesztiválokra járó, olvasott olyan kérdésekben, amiben manapság egyáltalán nem szokványos megnyilvánulni, ezekben a kérdésekben te egészen konkrétan határozott véleményt formálsz, mind a Facebookon, mind a közösségi médiában, televízióban és a többi. Azt mondd el, légy kedves, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy a profi pályafutásod befejezése után te erőt, szellemiséget éreztél magadban arra, hogy kiállj és határozottan véleményt formálj.
Ha nem haragszol, itt a hosszasabbra sikerült bevezető után visszadobnám újra a labdát neked, hiszen gyerekkorom óta küzdöttem a sztereotípiák ellen, amelyek a... Nem, én ugyan nem csak a labdarúgást, általánoságban a sportot azért körüllengték. Nyilván a legtöbbet szereplő, a legtöbbet megnyilvánuló egyének, sportolók, játékosok azok a labdarúgás területéről vannak népszerűségüknek köszönhetően, és valószínűleg ennek okán sokkal inkább feltűnőek az esetleges hiányosságok. De hogy mi ez a sztereotípia tulajdonképpen, ami a mai napig létezik? Van még ilyen? Mi összeszedtük, Gergő? Szerintem ebben a konkrét vonatkozásban is, és egyébként úgy érzem, hogy egyéb, és rengeteg egyéb fontos vonatkozásban is vannak sztereotípiák. Azt gondolom, hogy kicsit nehéz manapság azt megtenni individumként, hogy megpróbálunk a valódi aranyiránytünkre hallgatni, mind gondolkozást, mind motiváció forrást tekintve, és hogy túlságosan nagy hatással van ránk minden olyan egyéb impulzus, ami nem belülről, hanem kívülről jön, mondjuk a... Nyilván most itt olyanokat tudnék sorolni, amik mindenki tud, a közösségi média, az egyéb... És nem, tehát média, mint olyan, nem pejoratíve értve, hanem az olyan fajta tömegkommunikáció, aminek valamilyen tudatos beállítottsága van, ami annak érdekében jött létre, hogy az individuumnak a gondolat menetét, a gondolatának a folyását egy adott mederbe terelje. És én azt gondolom, hogy mi emberek eleve eléggé ilyen csordaszellemű, törzsi szellemű lények vagyunk, és hogyha ezt még stimulálják alapos koncepciók és megfelelő finanszírozás útján egyéb irányokba, akkor az egy hatásos és ugyanakkor veszélyes terep azt tekintve, hogy igenis sztereotípiák és sajnos rossz szellemiségek kialakulhatnak. Ugye de ennél vannak durvább sztereotípiák is. Épp azt akartam mondani, hogy lehetséges, hogy a Gergő most nem annyira hajlandó megfogalmazni. Szépen körülírta. Abszolút, de hogy azért a szurkolókban él egy olyan, hogy pénzhajhászok, semmi más nem foglalkoztatja őket, csak a nők, a szórakozás, napi kétszer-két órában edzenek a legjobb esetben. Csak kettő? Azt hittem több. Nagy kocsikkal járnak, kurváznak, pénzt költenek, és semmi más nem érdekli őket. Tehát ilyen felszínes emberek. És a te munkásságod ez abszolút egy cáfolja. Most lehetséges, hogy te meg is tudod cáfolni azt, hogy valóban így élnek-e a profi futballisták. Nem csak magyar viszonylatban, hanem hogyha megnézzük a külföldi bulvársajtót, például a Daily Mail-t, akkor azt rendszeresen lehet látni, hogy nagy Premier League-ben szereplő futballisták, hogyha kirúgnak a hámból, akkor azt lehet látni, hogy itt 8-10 prostit visznek fel a hotelbe, és szétrobbantják a hotelszobát. Szóval, hogy van egy ilyen kép arról, hogy hogyan él az, aki könnyen keres nagyon sok pénzt. Az a baj, hogy annyi területet érintettünk, hogy nehéz lesz mindenre válaszolni. Ha már említettétek a közösségi médiát, mondhatom, hogy ez abszolút nem volt hatással az én személyiség fejlődésemre, hiszen amikor én abba hagytam a labdarúgást, és most leüregezem magam, akkor még ugye se Facebook, sem Instagram, sem a ma oly szokványos egyéb közösségi platformok nem működtek, nem voltak, hanem ez egy belülről megfogalmazódó igény volt azok után, hogy az ember egész életét korlátok között élte. És... ha őszinte akarok lenni, nekem semmi másról nem szólt az életem és a pályafutásomnak az évei, mint arról, hogy mindig meg kellett felelni valakinek. Persze mindenkinek az életében, a saját területén megvannak azok a kötöttségek, azok a feladatok, amelyek által valakinek bizonyítani szeretne, fejlődni szeretne, jobb szeretne lenni, de hogy nálunk ez azért nagyon erősen jelen volt, hiszen gyerekként ugye nem élhettük azt az életet, amit a kortársaink, a saját generációnk, mi nem jártunk szórakozni, nem jártunk moziba, nem találkoztunk barátokkal, hanem csak a tanulás, a sport és a pihenés háromszögében zajlott az életünk. Meg kellett felelni a szülőknek, akiknek valószínűleg a saját álmaikat próbálták újra bennünk megvalósítani, és esetleg az ő általuk elkövetett hibákat
kiküszöbölve nekünk egy más jövőt biztosítani. Jól kellett tanulni, meg kellett felelni a tanároknak, meg kellett felelni az edzőknek. Ahogy idősebb lettél, meg kellett felelni egyre inkább a kijáró szurkolóknak, majd az egyre vadabb szurkolóknak és a szurkolótábornak, meg kellett felelni a vezetőknek, utána a közvéleménynek, az újságíróknak, és mindig figyelni kellett arra, hogy hogy élsz, mit csinálsz, mit eszel. Szóval egy irányított, programozott életet folytattál addig, ameddig be nem fejezted a pályafutásomat. És hogy nálam ez egy ilyen belülről jövő késztetés volt, hogy jó, hát legyen már egyszer ennek vége. Szerződésileg ugye nekünk minden tiltott volt, nem lehetett extrém sportokat, semmi egyéb dolgot csinálni, ami nyilván sokan 20-as éveikben betöltve a felnőtt kor küszöbét 18 évesen már kipróbálnak, azokat nekünk ugye tiltották. És amikor ennek vége lett, akkor egy olyan szabadságvágy lett úrrá rajtam, hogy azt javul is, nem mindent ki kell próbálni egyszerre, és elkezdi az ember habzsolni ezeket az élményeket, amik kimaradtak az életéből, és így jött a kultúra, így jött a művészet. Hány éves voltál akkor? Extrém sport. Hány éves voltál, amikor befejezted a pályafutásodat? 30. 30. Ez elég korai időszak. Mai viszonylatban igen. Erről is tudnánk egy másik másfél órát beszélni szerintem, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a sportba, és itt megint nem csak a labdarúgásról beszélnék, azért az elmúlt időszakban annyira beköltözött mindenféle tudomány, és annyi aspektusára oda tudnak most már figyelni egy játékos fejlődésnek, a testnek mindenféle visszajelzésére, hogy a pályafutásnak az átlag időintervalluma kitolódott, és sokkal tovább lehet most már sportolni, labdarúgónak lenni, ha megnézzük, saját sportágamnál maradva a legjobb játékosokat, akikről szólnak a hírforrások, mind a mai napig ott mindenki a gólkirályok, mindenki 30 év fölött van, elég Messiről, Ronaldóról, Lewandowskiról, Wardiról, ugye az angol gólkirályról tavaly előtt beszélni, Immobiléről, Olaszországban, mindenki 30 év fölött van már. Amikor 30 évesen te abbahagytad a pályafutásodat, akkor úgy érezted, ahogy az imént megfogalmaztad, hogy egy konkrét felszabadító érzés kerített hatalmába, hogy na most már azt csinálhatom az életemmel, amit akarok? Illetve hát igazából addig is valahogy azt csináltad, nem? Vagy hogy transformálódott ez? Mármint, hogy gondolom, hogyha egy valamilyen tevékenységet, ami jelen esetben, ugye a te esetedben a futball professzionális szinten űzöl, akkor vagy én azt gondolnám, hogy muszáj, hogy legyen egy eszenciális, mély vonzódásod hozzá. Tehát, hogy akkor ennek viszont valahogy át kell alakulnia másba, nem? Vagy hogy történt ez? Szerintem mai fiatalos fejjel ezt nehéz átérezni. Hiszen annak idején nekünk nem nagyon volt más választásunk. Valaki vagy sportolt, vagy tanult. Ha ma lennék fiatal, nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy labdarúgó lennék. És ebben is nagyon nagy szerepe volt a szülői háttérnek. Egyrésztről, hogy biztosítottak mindent ahhoz, és mindent alárendeltek annak, hogy én sportoló lehessek. De egy nagyon nagy szelete volt annak is, hogy édesapám 18 éves koráig ugyancsak labdarúgó volt, de akkor őt elvitte az élet egy teljesen más irányba, szórakozott, elkezdett a társaival járni, és erről beszéltem pár perccel ezelőtt, hogy amit ő ott elvesztegetett, azokat a hibákat már ismerve és tudva szeretett volna nekem egy teljesen másfajta jövőt biztosítani. Ráadásul ő elvakult, futball őrült, nyugodtan mondtam, nem sértődne meg, ha hallaná a mai napig, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy milyen irányba menjünk. És amikor ennek az egésznek vége lett, azt is nagyon sok helyen elmondtam, szeretem vizsgálni a dolgokat, hogy mi miért történik, mi van a hátterében, ugye én Skorpió vagyok, állandóan keresem az új kihívásokat, állandóan keresem azokat a dolgokat, amely területeken esetleg előrébb tudok lépni, megmutatni azt, hogy na, itt is lehet valami eredményt elérni egy teljesen kívülállóként, vagy számomra ismeretlen dolgokat megfogva. És így jött az életemben nagyon-nagyon sok dolog, és színesedett a paletta, és ez a mai napig ez a szemlélet, ez a motivációs háttér, ez biztosít mindig új lehetőséget és új ismereteket. Még egyszer felteszem a kérdést, amikor befejezted a pályafutásodat... Nem válaszoltam valamire? Mikor kezdtél színházba járni? Mikor kezdtél könyveket venni a kezedbe? Hogy exaktan nem válaszoltam. Tessék? Hogy exaktan nem válaszoltam.
Ugye most már 17 éve, hogy abba hagytam, azért most össze kell szedni az emlékeket, hogy mi mit követett. A színház, a művészetek az azonnal érkezett az életembe, ugyanúgy, mint az extrém sportok. Azon nem állok el titkot, hogy azért beszélgettünk az adás előtt, hogy na, mikről is beszélgethetnénk majd itt a közel másfél óra alatt, és az egyik ilyen témakör mondjuk az extrém sportok voltak, és emlékszem arra, hogy foglaltam saját magamnak egyedül egy svájci utat, összeraktam pontról pontra, és azon az egy úton belül szinte minden olyan extrém sportot kipróbáltam és kipipáltam egy héten belül, ami engem érdekelt és vonzott. Szóval tényleg ilyen eszement módon kezdtem el habzsolni a dolgokat. Mik voltak ezek amúgy? Mely extrém sporton? Például mindig nagyon féltem a bungee jumpingtól, sosem mertem leugrani sehova. Nyilván amikor ember elmegy fesztiválra és látja, hogy egy-két fiatal leugrál a darúról, akkor milyen bátrak, stb. De úgy voltam, hogyha az ember ezt egyszer kipróbálja, pláne hogyha van társul ez egy minimális félelemmel, és akkor ennek már legyen egy mértéke, és akkor ne darúra ugrálgassunk, hanem akkor nézzük meg, hogy melyik a legnagyobb, és akkor ugorjunk a legnagyobbról. És akkor Európa legmagasabb bungee jumpingjáról ugrottál le. Igen. A világ második legmagasabb Európa. Ez milyen magas a szava? Nekem rettenetes tériszonyom van, úgyhogy most... Ha jól emlékszem, 220 méter. Svájcban van. Sokan emlékezhetnek rá, különben a James Bond filmekből. Azt hiszem a Golden Eye című rész kezdődött úgy, hogy Pierce Brosnan szalad egy ilyen víztározó oldalán, és akkor leugrik a víztározónak a falán. Hát ez az a bungee jumping, ahol ő is leugrott. De nagyon élvezetes, és tényleg nagyon-nagyon jó volt. Löktek vagy ugrottál? Nem, ugrottam. És ami érdekesség, ami tovább bonyolította a helyzetet, hogy mikor odaérkeztem, nyilván nagy izgalmamba egy-két órával az időpontom előtt a helyszínre, akkor végignéztem, én nem normális, azokat, akik előttem ugrottak. És ott valóban voltak olyanok, akik nagyon féltek, és tényleg így megbillentették őket, és ilyen össze-vissza estek le ekkora a mélységbe, az nem nézett ki annyira jól. Ráadásul ugye a magasságomnál és a súlyomnál fogva én nem is ugorhattam arra, én voltam az egyetlen, aki a másik oldalra ugrott, mint a többiek, egy új kötéllel mindennel, úgyhogy ez plusz fokozta az izgalmakat. De hogy végül is jó volt és sikerült, összekapcsoltam utána vadvízi evezéstől kezdve, siklóernyő, szóval volt minden. Nem majd, ha ide beszúrok, akkor egy gondolatot, amit én nagyon szerettem volna tőled megkérdezni, egy olyan embertől, aki ugye sokáig, húzamos ideig professzionális módon üzött egy hivatást, hogy te mit gondolsz a disziplináról és azokról a helyzetekről, amelyekben az ember saját magát a komfortzónáján túli területekre kényszeríti. Tehát mit gondolsz ennek a fontosságáról ma, és hogy vajon a felnövekvő nemzedékeket mi eléggé motiváljuk-e arra, hogy eléggé elkötelezettek és bátrak legyenek, vagy inkább kényelmesek? Ezt is egy példával szeretném felvezetni. Amikor elmentem újságírást tanulni, akkor az oktatást vezető igazgató hölgy mondta, hogy jó, írjatok nekem egy jegyzetet, és ez volt a házi feladat, és akkor majd azt értékelni fogom azon a lapon tanultak mentén. És írtam egy nagyon jó anyagot, beadtam neki, és mondta, Ildikónak hívták a vezető hölgyet, hogy mondta Ildikó, hogy Rudi, eszméletlen jól írsz, nagyon tetszik meg minden, de hogy kérlek szépen, egyetlen egyszer vegyél már fel egy terepmintás vagy párduc mintás pulcsit, hogy lazulj már el egyszer, hogy a végét, hogy tedd oda magad, és engedd ki, ami benned van. És aztán pont ez az időszak volt, amikor Pintér Attila volt a szövetségi kapitány, és egy-két mérkőzés erejéig kinevezték, és ennek nyilván volt egy körítésre, nem szeretném mutatni itt a közérdeműt ennek a miértjével, de hogy aztán írtam egy olyan durva dolgot, amelyet remélem, hogy soha többet nem fog kiadni, meg elásta a mélyre, valóban a fiókja mélyére, és azt mondta, na végre, ez az, ami megérkezett. Szóval ezzel csak azt szeretném mondani, hogy bennem azért megvan ez a kettősség, hogy bizonyos helyzetekben eszméletlen fegyelmezett tudok lenni, sokszor túlságosan is decens, és fegyelmezem magam, és viselkedek,
De ha megkérdeznénk a barátaimat, például akikkel eljárok szórakozni, vagy privát vagyunk, minden, akkor nyilván ők tudnának ellentétes történeteket is. Kirúgsz a hámból? Igen, igen. Hogy miért ne lehetne, és visszacsatolhatók azokra a sztereotípiákra, amiket említettél, hogy miért ne lehetne egy színésznek, egy művésznek, egy sportolónak, bárkinek emberként viselkedni, miért ne lehetne nekik is ellazulni, pláne egy olyan életvitel mellett, ahol az év 12 hónapjából 11 és felett ők teljesítenek, és be vannak szorítva egy pontos életmenetbe, ahol nincsenek hétvégék, nincsen semmi más. Igen, épp azon gondolkodtam, hogy a futballisták élete ez kicsit olyan, mint a katonaság, tehát nagyon meghatározott időrendben, pontosan, még az étkezésre is rendkívül odafigyelve kell élni. Ez egy nagyon komoly önfigyelmet igényel, és hogyha valakiben megvan az igény arra, hogy kicsit felszabadultabban, a világra nyitottabban éljen, akkor azért szerintem így el tud repülni, vagy ki tud úgy nyílni, hogy abból az lesz, hogy akár egy fesztiválon hát saját hányásában petrengbe üljön, de érted, mire gondolok? Igen, de még ebben az esetben is, abban a fél hónapban is, amikor elengedhetné magát bármelyik sportoló, azért akkor is ott van neki az, hogy igen, de megismernek. És de amikor bármi történik, azért a mai kommunikációs térben egyből ott van egy videó, egyből ott van egy kép, és balhé van belőle, és nem azt nézik, hogy jó, rendben, de hát 11 és fél hónapon keresztül mit csinált, hanem na, azon az egy napon ő, bocsánat, feküdt a hányásában. Igen. És ez a hír fogja bejárni. Világos. Én arra akartam utalni, hogy akkor, amikor befejezi az ember a pályafutását, akkor vannak olyanok, akik hát sajnos kontrollt vesztenek. És nagyon sok olyan példa van a szemünk előtt, még itt Magyarországon is, hogy ha valaki befejezi az aktív pályafutását, és véget ér az a meghatározott időrendben zajló élet, illetőleg az a hype, ami körülveszi őket, akkor hajlamosak hát nagyon lecsúszni. Sok olyan komoly, nagyon komoly futballistánk van ma, akik volt válogatottak, világbajnokságon jártak, és nagyon sanyarú életet élnek. Ehhez képest a te eseted az egészen más. És én azt gondolom, hogy a te példád az tök jó arra, hogy... Vagy mást mutatok belőle. Hát oké, de amit mutatsz, az tök jó. De vannak olyanok, akik amit mutatnak, hogy tényleg sajnos a saját hányásukban fekszenek. Szerintem ez rendszer szintű probléma, és megint kibővíteném a kört nem csak a labdarúgásra, hanem úgy általánosságban a sportra. Hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes szereplő 5 éves korától ebben a közegben szocializálódik, és hozzászokik ahhoz, hogy minden megadatik, nem elég, hogy sokat keres, még bárhova megy, ő kapja a kedvezményeket, mindenki figyel, vigyáz rá, törődik vele, óvja, bármi problémája van, soron kívül kap szolgáltatásokat, kórházban, fesztiválokon, akárhol, ráadásul meg is tudja fizetni, és senki nem gondol arra, hogy oké, de mi lesz akkor, ha ennek vége lesz? Mi lesz akkor, hogyha ne találtam valami sérülés következik be? És hogy ez egy nagyon szép történet így elmondva, de ha visszacsatolunk például a labdarúgásra, azt kell látni, hogy csapatonként egy korosztályban van mondjuk 25 fiatal. Ebből a 25 fiatalból statisztikailag egy vagy kettő kap majd szerződést. Nem biztos, hogy külföldre fog menni játszani. Egy vagy kettő lesz az, akinek mondjuk Magyarországon első osztályba lesz lehetőséget talán játszani. Szóval az, hogy valaki odajött, ugyanúgy, mint úszásban és hosszú katinka mellett, vagy cselaci mellett, hányan úszták még a sok ezer métert naponta, őróluk senki nem beszélt. És itt jön képbe az, hogy mit ér a siker. Hol van ennek a határa? Hol tudjuk azt megmondani, hogy igen, egy olimpiai arany megér mellette 200-300-400 tönkretett emberi lelket, sorsot, stb., hogy legyen egy darab olimpiai aranyunk. Ugyanez elmondható futballban is, hogy mi most beszélgetünk arról az 1-2-ről korosztályunként, akinek van esélye oda kerülni. De mi van arról a sok tízezerről, aki mellette csalódott, esetleg bántalmazták, esetleg bármi történt vele,
és neki nem sikerült. De statisztika van arról például, hogy velük tényleg mi van? Tehát, hogy akkor ők is nagy valószínűsége, vagy a többségük 5 éves koruktól kezdve arra készültek, hogy profi pályafutásuk legyen, és akkor ez egy bizonyos ponton, amikor eldől, hogy oké, most lehet vagy nem, akkor sajnos piros lapot kapnak, és ki kell szállni. Akkor velük ilyenkor statisztikailag mi történik? Tényleg ott full gajra megy egy élet, és lepattanó, vagy azért van még esély? Tehát mi történik velük? De úgy visszakérdeztél, köszönöm, hogy visszatereltél az előző gondolatiságra. Nyilván akkor el kell kezdeni tanulni, és az élet más területén megtalálni a boldogságot. De hogy visszatérve arra az 1-2-re, aki ugye eljut odáig, hogy szerződést kap, mire odaérnek, hogy a pályafutásuk befejeződik, addig szinte semmi nem történik a nagy átlaggal. A legtöbbjük ugye futballon belül marad, leginkább szakmai vonalon lesz belőlük edző, felnőtt csapatnál utánpótlásból, mert ez a legegyszerűbb. De a pályafutás alatt senki nem gondol arra, hogy oké, hát amikor ennek vége lesz, akkor valahogy tovább kellene lépni. És most már annyit változott a helyzet, hogy aki eljut ezekre a szintekre, nyilván annyi pénzt keresnek, irreálisan sokat, ezt kijelenthetjük, még én is, aki abszolút játékos párti vagyok, vagy legalábbis azt mondom, hogy nincs feltétlen arányba azzal a szinttel és teljesítménnyel, amit ők nyújtanak jelen pillanatban világviszonylatban, vagy nemzetközi viszonylatban. Szóval annyi pénzt keresnek, hogy abból azért lehet annyi tartalékot képezni, hogy valamibe bele tudnak kezdeni. Viszont, hogyha ez nem sikerül, nem jön be, mivel hogy lekerül a védőernyő fölülük, egyből jönnek a jó barátok, a jó ötletek, és ez gyorsan eltűnik ez a pénz, akkor ott állnak, hogy oké, és akkor most hogyan tovább. És hogy azért mondtam, hogy ez rendszer szintű probléma, mert hogy nem ismerek nagyon olyan sportágat, vagy erről nincsen pontos információm, ahol tudatosan már 23, 24, 25 évesen készítenék arra a sportolókat, hogy majd 5, 6, 7, 8, 9, 10 év múlva egy teljesen más irányt kell, hogy vegyen az életed. És ez nem feltétlen az, hogy te edző legyél, vagy valamilyen sportbeli vezető, mert ennyi edző, megvezető nem termelhet ki, meg nincs ennyi szabad munkahely. Lehet, hogy hiányzik az igény is, mert ugye végig az van a fejekben, hogy jó, de hát én sportoló vagyok, majd én ebből fogok megélni, minek tanulni, nem kell tovább tanulni. De azt nyugodtan mondhatom, hogy azért sportolói lét mellett bármekkora is a fizikális leterheltség, van lehetősége arra, hogy az ember valamilyen szinten képezze magát. Nyilván nem nappali szakra bejárva és jogi diplomát szerezve, mert azt én is nagyon erősnek érzem, de hogy volt erre is példa, akik ezt az utat is végigcsináltam. De mégis zöldázók között sok jogász van például. Igen, de mégis kevesen állnak bele. Erről tudnak mesélni. De mégis kevesen vannak, akik ezt a plusz terhet magukra veszik a sportoló körében. Szerintem ez is picit kommunikáció, hogy vannak sokan, csak nem biztos, hogy sokukat ismerjük, mert nem feltétlen nyilvánulnak meg, nem szerepelnek annyit a közvélemény előtt. Azzal maximálisan egyet értek viszont, hogyha teljesen önkritikus akarok lenni, bármennyit is harcoltam ellene, hogy azért az elején említett sztereotípiáknak azért van alapja. És te, mert én azt hiszem, hogy a sztereotípiáknak azt hiszem, hogy majdnem mindig van alapja, és szerintem tök érthető, hogyha valaki rohadt sok pénzt keres, és ezen kívül bárhol jár, kiváltságokban részesül, ezt egy embernek nehéz a helyén kezelni. És szerintem ez érthető. Tehát most, hogyha túlépünk azon, hogy irigykedünk erre a szituációra, akkor azt hiszem, hogy be lehet ismerni, hogy ezt nagyon nehéz lehet kezelni. Tehát valljuk be. És te például hogy tudtál ebből úgy kikeveredni, hogy nem kebelezett be ez a nagyon csábító örvény, ezt nem tudom, én úgy képzelem el, mint hogyha ha két sör meg egy egészséges Joe után belépnék egy szobába, ahol csak tökéletes testű nők vannak, és mindegyik azt mondaná, hogy úristen, én téged akarlak, és gyere. És én meg így azt mondanám, hogy jó, ez okay. Nem az különben, hogy akinek göndörhaja van, az egyenes hajról álmodik, és nem tudom, mindenkinek nem tudom. De hogy minden esetre a csábítás az hatalmas. Maradjunk ennyibe, és hogy te mégis ugye világos, hogy nem arra sorsra jutottál, hogy katasztrofális mélyrepülésbe kezdtél, miután ott hagytad a profi sportoló pályafutásod. Neked
mi volt az, ami szerinted a te személyiségedben vagy döntéseidben efelé billentette a mérleget, ahelyett, hogy lecsúsz? Remélem nem fogom elfelejteni a pontos választ, de egy történettel tudok erre is reagálni, csak hogy mennyire nehéz kikerülni ebből a közegből, hogy amikor kikerültem Németországba, a Bundesligában játszani, Kaiserslautern-be, akkor szinte egy időbe kerültem ki egy Szűcs Lajos nevű fiúval, aki akkoriban a Pólóthoz hasonló színű csapatnak volt a portása, a kapusa. Phoenix Suns. Igen, még kimondani is nehéz. És amikor kikerültünk, ugye ez 97 év végén volt, akkor Lajosnak már volt családja, felesége, és volt egy kisfia. És mikor kikerültünk, hogy egyszerűbb legyen haza járni, kapott annyi pénzt ott a legelején, meg volt egy kis megtakarítása, hogy bement ki Németországba egy autó szalomba, és nem egy vadonatúj Volkswagen kombi Passatot, egy teljesen 1.6-os benzines, szóval semmi full extra, semmi nagymotoros dolgot, de hogy egy újabbnak gondolt autót vett, és azzal jött edzésre. És Kaiserslautern-ben egy ilyen gyönyörű szép stadionunk volt, aki kíváncsi és szereti a futballt, érdemes utána nézni. Ritka az ilyen stadion, egy hegycsúcsban van beépítve egy szikla a falba, és valahol ugye a földszinten parkoltunk, és a 4-5 emeletet kellett lifttel felmenni, akkor értünk fel a hegyoldalba, a hegynek arra a szintjére, ahol maga a pálya volt, és ott voltak az öltözők is. És ebből a 4-5 emelet magasságból szól a Lajos, amikor megérkezik első nap a vadonatúj autójával, hogy hát Rudikám, gyere, nézzél már ki az ablakon, ott állok lent a parkolóban, az az én kis Volkswagen Passatom. És nézem, hát Rajos, ez fantasztikus, de Magyarországon nem volt még akkor Volkswagen Passat, mondom, gratulálok, hát igazi családi autó, készfogás, puszi-puszi, nagyon örültünk ott egymásnak, és beállt mögénk a pályaedző, Stumpfnak hívták, Reinhard Stumpfnak, beállt, és kérdezi, hogy fiúk, hát ti meg mit nézegettek? És mondjuk neki, hogy Stumpf, hát nézze meg, Lajosnak új autója van, egy Volkswagen Passat, így ránk nézett, Ober amatőr, és ott hagyott minket. Szóval, hogy ott csak a BMW, a Porsche és a Mercedes volt elfogadható labdarúgónak, mindenki márkás cuccokba járt, és egy ilyen környezetben szocializálódva, ahol nyilván a közösség része akarsz lenni, valamennyire kell követni ezt az irányvonalat. És ebből utána visszalépni, és eljutni oda, hogy igazából az jelent boldogságot, hogyha lejövök a Bánkító Fesztiválra, Fishing Honorfűre, vagy Ördögkatlanba, és senki nem nézi, hogy vagyok felöltözve, azt csinálok, amit akarok. Szóval azért ez szerintem egy nagyon hosszú út. És hogy mi segített benne? A megismerés, és hogy a kíváncsiság, és hogy a más dolgok iránti érdeklődés, és valószínűleg a családi háttér is, ami nálunk azért teljesen más értékeket hordozott, és nagyon erős a mai napig. Engem épp ez érdekel, hogy hogyan lehetséges, hogy valaki, aki így szocializálódik, az mégis el tud ettől távolodni, és a valódi értékeket hajlandó fölismerni. Ez a folyamat érdekelne engem az a te esetedben. Családi hozomány ez? A szüleid hasonlóképpen értékelik az életet? Milyen autójuk van? Milyen házban élnek? Hogyan élik az életüket? Igen, most már elmondhatom, hogy a katából szerzett jövedelmet ugye náluk összpontosítottuk. És... Eddig. Igen, és a Velencei tó partot, ott az a pár milliméter mínusz, az neki köszönhető. Szerintem igen, ők kifejezetten jó értékekkel rendelkeznek számomra, különben az a furcsa, hogy erről egyáltalán beszélni kell, hiszen azt feltételezné az ember, hogy minél idősebb lesz, minél több dolgot ismer, meg akkor ez az életével egy természetes velejáró dolog és fejlődési ciklus szakasz, hogy igen, elkezd átgondolja, hogy mi miért történt az életében, és elkezd nyitni azok a dolgok iránt, amiket értékesebbnek vél, és gondol, és az élet valódi értékeit kezdi el keresni, hajszolni. Neked mik ezek? Hát az emberi kapcsolatok nyilvánvalóan számomra rettentő fontosak. A szeretet, a harmónia. Ez mindig így volt? Kultúrából kapott értékek, amik rettenetesen töltenek. Ez mindig így volt?
Nem, abszolút nem volt így. Hát nyilván erről beszéltünk, amíg ugye egy teljesen más világba töltöttem a mindennapjaimat, addig erre nem volt meg feltétlen a lehetőség. Lehet, hogy a nyitottság az meg lett volna már korábban is, de hogy erre talán esélyem sem volt. Szerinted az életnek a végessége, vagy annak a felismerése segít abban, hogy az ember tisztában lássa azt, hogy vajon a Porsche fontos, vagy az, hogy túrázzál egyet a családoddal? Itt szerintem ezen a ponton sablonos dolgokat tudna csak említeni az ember, de hogy én tényleg soha nem gondolkozom azon például, hogy mi miért történt. Rengetegen szokták kérdezni, hogy sajnálod, hogy nem igazoltál ide, voltál német bajnok, és tudtál volna menni, oda volt lehetőséged, vagy miért nem ez történt, miért jöttél haza Magyarországra. Megbántad, hogy a Spiller TV-nél nyilatkoztál Gulácsiról, mert mi lett volna akkor, hogyha nem teszed, akkor még most is lehet, hogy jó munkahelyed lenne. De hogy ilyeneken soha nem szoktam gondolkozni, hogy mi miért történik, mert azon már minek, az megtörtént, és hogy azon változtatni nem lehet. Hogy mi lesz, azon ugyancsak nem szoktam gondolkozni, és nem szoktam félni tőle, úgyhogy próbálok általában mindig az adott pillanatból a mai dolgokból kihozni azt, amit lehet megtölteni olyan dolgokkal, amit szeretek. És én abban hiszek, hogy ez a pozitív rezgés, ez a pozitív áramlás, ez a szeretet, ez a pozitív hozzáállás a dolgokhoz, ennek van teremtő ereje, és ez fog újabb és újabb dolgokat generálni az életemben. Szeretnének megkérdezni titeket, hogy hallottatok már futballistát ilyen mondatokat elhangzolni? És nem azért, mert mi hoztuk ide Rudit, de összességében szerintem ez nagyon sokat jelent, hogy valaki így viszonyul az élethez. És ennek a műsornak, amit itt a Mindensegít Podcastben csinálunk, ez az egyik legfőbb alapvetése, hogy ezeknek a gondolatoknak teret engedjünk. Összességében még nem volt olyan, hogy futballista vagy volt labdarúgó legyen nálunk vendég, de talán ennek az az oka, hogy rád kellett várjunk, hogy te itt legyen. Megfejlődjem. Állam. Igen, megfejlőd. Jó. Megfejlőd. Azt gondolom egyébként, hogy én tök örülök, hogy neked ezek ilyen evidens dolgok, meg ahogy említetted, hogy furcsa, hogy erről kell egyáltalán beszélni. Ezzel egyetértek tökre, de hogy nem tudom, szerintem egy kicsit vagy nekem ez egy sajnálatos felismerés, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk olyanok, akik egy életet le tudunk úgy élni, hogy nem feltétlenül jutunk el odáig, hogy ezekről úgy igazán gondolkozzunk. Tehát, hogy leéljük az életünket viszonylag jól, de ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy vajon tényleg mi az értelme, és mi az, ami igazi boldogság, mi az, ami igazán fontos, mi az, ami tényleg neked, amit belül úgy érzel, hogy ez eszenciálisan fontos nekem, és amiért érdemes tényleg felkelnem még egy nap. Nem azért, hogy azon a napon jól érezzem magam, hanem azért, hogy hálát adjak, hogy igen, ma is felébredtem, és tudom, hogy ezt az érzést még napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül fogom érezni, és szerintem ez egy csomó embernek nem adatik meg. És azt hiszem, hogy a mi egyik motivációnk a Robival ebben a műsorban az, hogy esetleg, ha valaki olyan ember is belehallgat ezekbe a szövegelésekbe, akiknek mondjuk ez nem adatott meg, mint ami neked, hogy egy picit tudjuk, le tudjuk rántani a lepet, vagy tudjuk arra felé terelgetni az emberek agyát és szívét, hogy mégis azt a bátor lépést tegyék meg, ami fizikailag gyakorlatilag nulla, de belül fényévek. Önmaguk felé talán, nem? Igen, igen. Azért valószínűleg nem ennyire rózsaszín minden egyes háztartásban, minden egyes embernél a dolgoknak a menete és folyása, és én tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok az életemnek és a sorsnak azért, hogy tulajdonképpen mindig azt csinálhattam, amit szeretek, és hogy lehetőségem van arra, hogy egyáltalán jobban a dolgok mögé nézzek, vagy elmélkedjek ilyen helyzeteken. Persze vannak nagyon sokan, ahol a mindennapi problémák erre nem biztosítanak felületet, és az elkövetkezendő időszakban, ahogy látjuk itt a dolgok folyását, talán még nehezebb is lesz mindenre időt szánni, de nyilván bízik abban az ember, hogy azért mindenhova előbb-utóbb elérkezik az a pár pillanat, amikor szembe lehet nézni ezekkel a dolgokkal. Arról már volt szó, hogy bungee jumpingoztál, meg hogy extrém sportoltál.
de a futás is kb. Ide tartozik, és én azt gondolom, hogy például a futás egy olyan tevékenység, ami nagyon hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember megtalálja önmagát, illetve harmóniába kerüljön önmagával. 42 kilométert futottál, ugye volt, van maratonod. Igen, ezen már poénkodtunk a kocsiban is, hogy van 42 kilométeres maratonom, hiszen nagyon nagy volt rajtam a nyomás a budapesti sportiroda vezetői által, akik ugye szervezik a nagyobb futóversenyeket, hogy hát igen, ha valaki 42 éves lesz, az az időpontja, amikor 42 kilométert kell futni. Az egy dolog, hogy nincs rá annyira felkészülve, meg ennyit még nem futott, mert futott fél maratonokat, de fél maraton azért az, aki teljesít hosszú távot, az tudja, hogy teljesen más, mint elindulni maratonon. De így engedtem a nyomásnak. És egy picit nehezítette, hogy aki elindul ilyen hosszú távon, nyilván annak végig kell csinálni egy konkrét edzésprogramot, hogy magabiztosan tudja teljesíteni ezt a hosszú távot. És nekem ebből az edzésprogramban azért voltak hiányosságok. Például amikor a leghosszabb távot a 42 kilométer előtt egy héttel, ugye azt mondtam, akkor 30 kilométert kell futni, mert aki ott lefutja és magabiztosan teljesíti ezt a 30 kilométert, az utána egy kis pihenéssel nagy valószínűség szerint meg fogja tudni ugrani a nagyobb távot is. Csak ugye az volt a probléma, hogy a 30 kilométert, amikor nekem kellett volna futni, mint utolsó nagyobb edzés, előtte egy nap esküvőn voltam, és reggel 5-ig ment a bulikázás. És másnap, amikor megpróbáltam körbefutni a Velencei tavat, hiszen a szüleim Agárdon élnek, nem véletlenül poénkodtam a Velencei tóval, bár nem hiszem, hogy poén tárgya tud lenni jelen pillanatban, akkor ugye elindultam a 30 kilométeres körön, és mikor pont Velencére értem, akkor annyira elfáradtam, hogy összeestem az út mentén az éjszakai bulikázástól, és kellett szólnom édesapámnak, hogy jöjjön. Na most ezek után ugye azon poénkodtunk a kocsiban, hogy a BSI-nek a vezetői elmondták, hogy kétféle futó van maratonon. Van, aki lefutja a 42 kilométert, valaki meg teljesíti. Én az utóbbiba tartoztam, mert végig szenvedtem az egészet. Ezáltal nem is olyan idővel, amit reméltem, de megcsináltam. És erre szokták mondani, hogy ez is olyan, hogy háromszor csinálja az ember az életében. Először, utoljára és soha többet. Soha többet nem fogsz futni? Maraton? Hát nem, most azért nem, mert hogy most is próbálok még futkározni hosszabb távokat, de hogy a térdem nincs olyan jó állapotban, az nagyon sokat kellene edzeni, és a térdem szerintem nem annyira jó, hogy ezt akceptálja. És arról mit mondasz, hogy néhányan azt mondják, akik valóban megcsináltak tök brutális távokat, meg nem tudom milyen Ironman, meg ilyen dolgokat, hogy figyelj, ez a fejben dől el. Hogy szerintem ez nem feltétlenül így van, tehát hogyha megdöglök, akkor tök mindegy, mit gondolok, vagy szerinted ez tényleg a fejben dől el, vagy? Abszolút. Ezt vallom én is. De nyilván ennek megvan az az alapja, hogy az ember végigcsinálta azokat a programokat, edzésmódszereket, amivel eljuthat odáig, hogy elhiggye agyban, hogy igen, ő ez akármi történik, még ha egy picit fájni is fog, ezt végig fogja tudni csinálni, végig fogja tudni futni. Aztán nyilván, hogyha ebbe esik egy kis probléma, jön valami sérülés, időjárás, ami nagyon sokat befolyásol, akkor ezek mind tudják nehezíteni a teljesítést. Most rendszeresen sportolsz? Mondhatom, hogy igen, ami köszönhető annak is, hogy a kocsim jelen pillanatban hosszabb ideje szervizben van, úgyhogy kerékpárral járok, de nagyon élvezem már, hogy ez nem egyedi eset, szóval nyáron az én szoktam kerékpározni. Ráadásul talán tudhatják páran, hiszen nem titkoltam, vagy lehetett látni, akik így figyelemmel kísérnek bármilyen platformon, fórumon, tévében, hogy tavaly volt egy nagyobb balesetem, ami a motorozásnak, robogózásnak köszönhető. Úgyhogy így a robogót is leraktam, és maradt a általam nagyon szeretett kerékpározás. Ugye itt voltam már Bánkító Fesztiválon, akkor kerékpárral érkeztem. 50-hány kilométer? Ugye kicsit körül Penc felé jöttünk, egy kicsit több, a 67 volt, azt hiszem. 42 meg a 67 között nincs olyan különbség, úgyhogy lehet, hogy legközelebb futva, gyere, légy szíves. Majd egyszer, hogyha itt végeztünk a műsorral, kocogjunk itt föl az emelkedőn, és akkor lehet, hogy megváltozik a véleménye. Jó. Nekem sietnem kell. Az élsport, vagy a sportolást azért kérdeztem, mert hogyha valaki Bajnokok Ligája mérkőzésen pályára lép, meghallja ennek a csodálatos himnuszát. A mai napig nézi valaki a tévében, libabőrös az ember. Nem hiányzik?
Nem. De csak azért, mert nézed, vagy miért nem? Nem, nagyon sokan kérdezték, főleg miután abba hagytam a pályafutásomat 2003-ban, hogy na de hát most jönnek éppen a brazilok, itt van az argentinok, Messinek az első válogatott mérkőzése Budapesten van. Nem hiányzik, hogy nem léphetsz pályára, pedig simán ott lehetnél? És nem, mert hogyha az ember megtalálja a boldogulását, a lelki nyugalmát más területeken, és megvannak azok az elfoglaltságok, amelyek kitöltik az életét, akkor én úgy gondolom, hogy tud teljes lenni így is az élete, és örül azoknak a sikereknek, amelyeket mások érnek el. De akkor te nagyon gyorsan megtaláltad. Nem akarok ezen folyamatosan lovagolni, de azért ez mégiscsak egy érdekes dolog, hogy valaki egy éven belül már is azt mondja, hogy fölhagyok azzal a tevékenysége, ami az egész életemnek a legfőbb tevékenysége. Ez kényszerű is volt. Ugye a sérülések okán eljutottam egy olyan stádiumba, ahol én úgy gondolom, hogy nem nagyon volt más választásom. Pont nyár elején lehetett olvasni Zlatan Ibrahimovicnak a nyilatkozatát, aki pont arról beszélt, ugye 40 évesen még az AC Milánban játszik Olaszországban, az olasz bajnokcsapatban, hogy hát valami kínszenvedés volt neki ez az utolsó pár hónap, mert nem tudja elmondani azt, hogy milyen reggel azzal kelni, hogy gyógyszert kell, fájdalomcsillapítót bevenned ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjél mozogni, ha edzés előtt is fájdalomcsillapítót teljesíteni tud az edzéseket. És egy kicsit ilyen déjà vu érzésem volt, hogy nekem is az utolsó egy évem az így telt, hogy minden edzés előtt akkor volt a rendel, hogy ne fájjon, és próbáltam karban tartani az izomzatomat. Ez volt az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy akkor még nagyon gyerekcipőben járt a karrierépítés, a menedzselés Magyarországon, és Bognár Nándor, aki válogatott jégkorongozó volt, most talán az egyik legnagyobb kézilabda ügynöknek nevezhető. Vele közösen alapítottunk egy céget, még azelőtt, mielőtt abba hagytam volna a pályafutásomat. Szóval ez már egy olyan váltás volt, ami már egy kijelölt útra történő lépéssel indult. És előtte mi már tanultunk mind a ketten, voltak tanulmányok mindehhez, meg voltak támogatva ezzel. Szóval volt egy olyan irány, amiben mi tudtuk, hogy el szeretnénk indulni. Az élsportról jut eszembe, ezt rendszeresen témaként föl szoktuk vetni, hogy vajon az élsport, azt mit gondolsz, hogy egészséges? Tehát úgy kiszipolja az az embert, hogy... Nem. Erre is röviden lehet válaszolni egy szóval nem. Amikor a sportmenedzser képzésre jártam a Testnevelési Egyetemre, ott volt egy Kis Jenő nevű kommunikációs tanár, és ő hozta ezt mindig kommunikációs példaként, hogy ki az a hülye, aki kitalálta, hogy a sport egészséges. Mert hogy ez egy alátámaszthatatlan mondás. Hiszen a versenysport az annyira igénybe veszi az ízületeket, pláne a mi időnkben, amikor mi még salakos pályán, földes pályán edzettünk télen, nyáron, hóban, fagyban, valamikor úgy, hogy ugye végigment a traktort akartam, de nem feltétlenül traktort, de ugye a jégkorongban rolbának hívják, ugye, ami kiegyenesíti a jéget és a talajt. És ott is végigment ugye ez a traktor, ami húzott maga után egy ilyen szőnyeget, és benne maradtak a keréknyomai a földes és a salakos pályában, és úgy fagyott meg, és ezen kellett egyensúlyozni, meg passzolgatni, meg technikai megmozdulásokat csinálni. Szóval mi olyan képzést kaptunk meg, olyan körülmények között edzettünk, ami összehasonlíthatatlan a mai kornak a követelményeivel, és azzal, amit ma mi sportként, labdarúgásként nevezünk. Különben múlt korábban két évvel ezelőtt, amikor a Fradi bejutott a Bajnok Ligájába, akkor elhívtak az Ülői útra, és kérdezték, hogy mondja már, hogy mi a különbség a 95-ös csapat és a maiak között. És hogy mondtam, hogy ez elmondhatatlan, szóval nem lehet összefoglalni. De elég, abban a csapatban jó sok magyar volt. Igen, elég, ha csak ránézünk a kispadra, ahol akkor magyarok ültek, és ha megnézzük azt, hogy most van 20 hely a kispadon, akkor annyi volt az egész csapat edzőstől mindenkitől együtt, hogy volt 5 szakmai vezető, ugye a vezetőedző, a pályaedző, a masszőr, az orvos és a szertáros, ma pedig 20 ember csak a stáb. És,
és minden egyes tudományágnak külön felelőse van, külön szakember foglalkozik, ha megnézzük egy Liverpoolnál, külön foglalkoznak csak a szögletekkel, külön a támadás, bedobással. A bedobással. Szóval mindennek külön szakembere van. Ezek a feltételek, feltételrendszerek összehasonlíthatatlanok voltak. A táplálkozásnak van most, illetve akkor volt esetleg külön szakértője? Nem volt külön szakértője, olyannyira nem, hogy például amikor én legelőször felkerültem a Ferencváros felnőtt csapatába 93-ba, akkor jött be legelőször egy ilyen turmix ital, amit ilyen vitamin italnak neveztünk, fogalmunk nincs, hogy mi volt benne, és azt is úgy kaptuk, hogy jött a Ferencváros gyúrója, és pont úgy öltöztem, hogy a Fodor Imre és az Albert Florian, fiatalabb Albert Florian között, ugye Fodor Imre MTK-ban játszott, elhunyt 1999-ben egy autóbaleset következtében, és ők már akkor idősebb, rutinosabb játékosoknak számítottak. És akkor még meg volt ez a hierarchia, hogy jött a gyúró, aki ugye kitöltötte mindenkinek, és hozta a tálcát a kis vitaminitalokat, és akkor oda ment a Fodor Imrehez, foci, tessék itt a kis italot, köszönöm szépen, te még nem, és ment tovább a Flórihoz. Szóval mi még nem is kaptunk ebből se. A te gyermekeid él sport, vagy sportolnak? Könnyített helyzetük volt, hiszen édesanyjuk teniszező volt, és teniszklubot üzemeltetett. Szóval nekik ez egy kijelölt irány volt, meg volt a lehetőség arra, hogy teniszezzenek. Már egyikük sem teniszezik. A kisebbik lányom korosztályos válogatott jégkorongozó. Nagyobbik már nem sportol. De akkor nem kapacitáltad őket úgy, mint ahogy téged az édesapád? Egyáltalán. Erről is talán beszélgettünk pár szóban. Nálunk Waldorf szellemiségben nőttek fel a gyermekeink. Már bölcsödébe, óvodába, iskolába is oda jártak, úgyhogy maximálisan tiszteletben volt tartva mindig a döntésük, az elképzelésük, hogy mit szeretnének. Az ő választásuk volt mindez. Akkor ezek szerint a véleménynyilvánításuk itt is. Ezt azért kérdezem, mert amiről már volt szó, de hogy a Facebookon... Ez nagyon... alapjog, nem? Abszolút, de csak nagyon kevesen élnek ezzel manapság. Nagyon kevés olyan volt sportolót tudok említeni, akik nagyon határozottan mindenféle közéleti témában megnyilvánulnak. De miért? Lehet, hogy erre most valami csattanós választ kellene adnom, de legtöbbször, amikor kiírok magamból valamit, akkor ez annak köszönhető, hogy valami nagyon megérint, és az igazságérzetemet piszkálja, és nem hiszem, hogy atya úristen, hát, hogy ez ilyen hogy történhet meg? És akkor leírom a véleményemet. Itt nem gondolkozom azon, hogy most ennek milyen lesz a fogadtatása, ki mit fog szólni hozzá. Nagyon sokan írják, hogy nem félsz, hogy most mi bajom lesz, és soha nem szoktam ilyeneken gondolkozni. Én hiszek abban, hogy az embernek van egy véleménye, nem biztos, hogy igaza van, de elmondja, és egy egészséges vitát generál. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy én szeretek építőjellegű kritikát megfogalmazni. És az építőjellegű kritika kell ahhoz, hogy egy egészséges vita kialakuljon, és el tudjuk egymásnak mondani, hogy igen, te így gondolod, de így gondolod, nekem ez a véleményem, és keressük meg közösen azt, hogy ezekből mi a legjobb megoldás. A magyar közbeszédből ugye ez a vita, ez kiveszett az egészséges kontroll, ezáltal nincsenek közös konszenzuson megtalált jó döntések. De talán azért, mert a többség az függőségi viszonyban van, nem? A sportban mindenképp. Igen, mert ugye említetted, hogy miért ilyen kevés a beszélő fej a labdarúgásba, de itt is kibővíteném újra a kört az egész sportra. Hát valószínűleg azért, mert hogy kialakult ez a viszony, és senki nem szeretné kockáztatni azt a pozíciót, amelyet jelen pillanatban betölt. Engedjétek meg, hogy kibővítsem a kört globálisan. Ugyanis én mióta tudom, hogy te lesz olyan kedves, és eljössz ide velünk beszélgetni, azóta követem a közösségi média oldalaidat, amit ugye nagyon sokat savazok, mint így általánosan a közösségi média a műsorokba, de hogy ugye a hasznos része is megvan, például olyan emberek gondolatait megismerhetem egy kattintással, mint te. És egyébként szeretném itt az emberek figyelmét felhívni arra, hogyha nem ismeritek János gondolatait, akkor akár most léci csekkoljátok a Facebook oldalt is, kövessétek és az Insta oldalt, mert szerintem János egy olyan emberi példa arra, hogy mire lenne szükség most ezekben a nagyon furcsa és nagyon hülye időkben, amikor tényleg már mindenki a saját bőrén érzi globális
veszélyhelyzeteknek a súlyát, és regionális és országos problémáknak a súlyát, és nyilván nekünk megvannak a saját problémáink itt ezen az országhatáron belül, de ugyanilyen problémáik vannak a más népeknek is, és más régióknak. Szóval, hogy igazából még mindig egy csomó szeretet van bennünk, és lesz is, amíg élünk, de azért most már oda kell figyelnünk, szerintem érdemes odafigyelni. És János egy olyan hang itthon, aki attól függetlenül, hogy sportoló volt, lehetett volna bármilyen más, de egy olyan értelmiségi ember, aki oldalfüggetlenül felvállalja a gondolatait, és tényleg konstruktív szemszögből igyekszik szemlélni a dolgokat, és véleményt nyilvánít. És azt hiszem, hogy ezt az attitűdöt, amennyire ez propagálva van, hogy igazából szólásszabadság van, és hogy tehát, hogy ahelyett, hogy bűnbakokat keresünk, valóban a problémák eszenciáját próbálja megvilágítani, és azokat adresszálni oly módon, ami oldalfüggetlen. És azt gondolom... Van ilyen? Én személyesen. Én szerintem a törekvés szinten biztos, hogy van. Biztos, hogy te törekszel erre? Igen, igyekszem, azért kérdeztem mosolyogva, mert nyilván az előbb-utóbb hozzászokik az ember, hogy bármilyen kérdésben nyilvánul meg, anélkül, hogy elolvasná bárki is, hogy miről szól maga a bejegyzés és az a gondolat, egyből a cím alapján sorolja ide vagy oda, és ennek megfelelően kommunikál mellette vagy ellene, hol kevésbé durván, hol egy picit élesebb nyelvvel. És hogy a közvélemény szempontjából nagyon megosztott lett ugye minden vélemény, és ez nagyon szomorú Magyarországon, hogy azt senki el nem tudja képzelni már, hogy ebbe semmilyen késztetés nincs, hogy ezt nem az írja az ember, mert hogy ezt az oldalt szereti, annak a csapatnak szurkol, ezt ennek az embernek akar segíteni bármiben a háttérben, hanem azért, mert gondolkozik, és ez a véleménye, hogy miért ne lehetne ez a véleménye. Pontosan ezért tartom fontosnak egyébként elmondani ezt, és tudom, hogy ez kicsit olyan csepürágás, mert ez is olyan, hogy minek kell erről beszélni. De szerintem kell, rohadtul kell, mert hogy gyakorlatilag nem ezt látjuk. Hiába van az mondva, hogy valahol szólásszabadság van, és azt megint ki szeretném kiemelni, hogy ez nem egy magyar specifikus probléma, hanem ez, tehát hogyha valahol ez a leginkább probléma, az például az Egyesült Államok, ott borzasztó erős probléma, de nyilvánvalóan ahogy látjuk így a számok alapján is, elég nagy függőség van ilyen kapcsolat. De azt gondolom, hogy maga ez az attitűd, ez teljesen határoktól, pénznemektől, származástól, vallástól, kluboktól, pártoktól független, amit te képviselsz, és csak ezt szerettem volna kiemelni, hogy azt hiszem, hogy ezt olvasni és csinálni is jó. Hogyha megengeditek, akkor mondok egy példát. Ugye divatba jött Amerikában, hogy a különféle ott amerikai futball, Európában európai futball mérkőzések előtt letérdelnek a csapatok, ekként kifejezve azt, hogy nem viselik el a rasszizmust, az elnyomást, a kirekesztést. És hát Magyarországon ezzel szemben egy elég erőteljes hang nyilvánul meg a stadionokban, hogy más nem mondjak akkor, amikor az Európa-bajnokság itt volt, két évvel ezelőtt, ugye? Jól emlékszem? Nem, tavaly. Csak 2020-ban kellett volna itt legyen. Akkor a németországi mérkőzésre nem volt hajlandó a miniszterelnök kiutazni, mert hogy a stadion az szivárvány színben pompázott. Na most ennek ellenére Gulácsi Péter kapus felemelte a hangját, és hát kapott hideget, meleget. Én azt gondolom, hogy te voltál Magyarországon a futball közegben gyakorlatilag az egyetlen, aki kvázi védelmébe vetted. Egyszerűen miért nincsen olyan, hogy valaki azt merje mondani, hogy gyerekek, mi nem valami mellett állunk ki, vagy ki lehet mondani azt, hogy valami mellett állunk ki, de az, hogy nem akarjuk, hogy a másik embert elnyomják, rasszizmus érje, és a többit. Ma Magyarországon mit gondoltok, hogy miért van ennek ennyire, vagy miért nincs ennek... nem is tudom milyen. Te értitek? Nincsen mögöttes erő, tartalom, bátorság, és a többi. Számomra az az alapkérdés, hogy miért nem csinálhatja mindenki azt, amit szeretne. Hogyha valaki térdelni szeretne, akkor térdeljen, mert ő így próbálna, ugye eredetileg a feketéket ért, színes bőrűeket ért rendőri erőszak ellen
volt ez a, ez a megnyilvánulás, és két amerikai focista, Reed és Kopernik volt a San Francisco játékosai, akik először nem is térdeléssel tiltakoztak ez ellen, hanem szimplán ülve maradtak. Viszont ezt annyira durva megnyilvánulásnak vélték a amerikai himnusz alatt, hogy utána egy fehér bőrű katonával, amerikai katonával egyeztetve találták azt ki, hogy a térdelés az a tiszteletadás jele, hogy akkor így hívják fel a figyelmet a rendőri erőszak és brutalitás ellen, hogy térdelni fognak majd a himnusz alatt. És ugye először ez csak egy kisebb popularitást kapott, és utána, amikor Donald Trump beleszállt a kezdeményezésbe, és utasította a klub tulajdonosokat arra, hogy szerződést kell bontani ezekkel a játékosokkal, akik ilyes módon szólalnak fel a rasszizmus ellen, akkor volt az, hogy nagyobb popularitást kapott. De ugye Magyarországon azt összekeverjük George Floyd-dal, összekeverjük a Black Lives Matter-rel, összekeverjük rabszolgasággal, összekeverjük számos olyan dologgal, és ez kommunikáció megint. A szándékolt? Folyamat, eredménye? Mely kommunikáció nem szándékos? Szóval én nem tudok másra gondolni. És hogy ettől függetlenül miért nem csinálhat mindenki azt, amit akar? Attól, hogy valaki nem térdel, attól nem rasszista nyilvánvalóan. Attól, hogy térdel, attól nyilván együttérző, kifejező, szeretne így szolidarítani azzal, amit jelent maga a térdelés. Ha viszont ezt kifütyüljük, az már egy nagyon exakt véleménynyilvánítás. Az már ugye arról szól, hogy a rasszizmus elleni felszólalás ellen tüntetünk. Az már egy sokkal exaktabb történet, és én úgy gondolom, hogy helytelen történet, és ez ugyanolyan sztori, mint Gulácsi Péternek a felszólalása, hogy teljesen őszintén Németországban ez érdekelt bárkit. Hát elmondta a véleményét, ő így gondolja, köszönjük szépen, megyünk tovább, és megyünk az edzésre, megyünk dolgozni, és mindenki csinálja a saját dolgát. Valószínűleg, hogy különben ebbe szerepet játszott az is, hogy rákényszerítették egy picit csapatokra is. Nem, miért kellene egy csapatban 20 játékosnak ugyanúgy gondolkodni? És hogy utána ugye ez elhúzódott, és a végén már volt olyan játékos, mint például Wilfried Saha, Crystal Palace-nak a válogatott játékosa, aki mint színesbőrű játékos már nem térdelt le egy, ha jól emlékszem, West Bromwich elleni mérkőzésen, és ő mondta, hogy szerint ez már kontraproduktív, és hogy sokkal inkább így kívánja kifejezni az együttérzését. Tök jó, mert ne csinálhatná ő is azt, amit. És hogy Magyarországon ez is egy picit így túl lett pörgetve, és mindenből politikai fennhangot csinálunk, és egyből osztjuk az embereket két oldalra. A te vélemény nyilvánításaid azt is célozzák-e, hogy irányt mutass, kövessenek, mások is hajlandóak legyenek fölvállalni a véleményüket, vagy egyszerűen csak így érzed magad önazonosnak? Szerintem inkább az utóbbi. Nyilván bízik abban az ember, hogy amikor elmondja a gondolatait, akkor lesz egy-két olyan része, momentuma, ami így megragad az emberekben, és elgondolkoznak rajta. Nem is kell, hogy változtassanak bármit, de legalább gondolkoznak rajta. És hogyha ezzel indít bármit, ettől akármilyen rendszer, történés, pillanatnyi, bármi jobb lesz, jobbá fordul, akkor azt mondja az ember, hogy igen, ez megérte. Nagyon örülök, hogy azt mondod. Azt hiszem, hogy ez egy olyan eszenciális gondolat, amit én próbáltam megfogalmazni nem sokkal ezelőtt egy tömör 10 percben, és nem sikerült. Köszönöm, igen, mert mindent nagyon hosszan szeretsz megfogalmazni. Szeretni nem szeretem, de ez megy. Nézd, ebben a műsorban mindig mindenkitől meg szoktuk kérdezni, kvázi zárás gyanánt, hogy boldog embernek vallja magát. Te annak valod-e magad? Én úgy gondolom, hogy igen, persze most erről beszélgethetnénk újra egy másfél órát, hogy mit nevezünk, mi számít boldogságnak. Nekem mi számít? De én úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt én a sportterületén például magyar játékosként, magyar sportolóként, labdarúgóként elértem és kihoztam belőle. Ugye van két gyönyörű kislányom, már szó volt róluk. Van egy nagyon segítőkész és minden hátteret a rendelkezésemre bocsátott szülői környezet, család,
húgom, gyönyörű szép párom, szóval azt csináltam mindig, amit szerettem. Szóval mondhatom azt, hogy igen. Ez kvázi kiegyensúlyozottság szerintem, amit megfogom. Igen, én is azt mondom, hogy harmónia. Harmónia. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Mind is köszönöm. És köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Gergő, búcsúzz el, légy szíves. Jaj, ne, erre nem voltam most felkészülve. Oké. Nos, nagyon szépen köszönjük nektek, és nektek természetesen, hogy ezen a különleges alkalmon velünk voltatok. Fogalmam sincs egyébként, hogy ez az adás mikor fog kijönni. Ez rajtam is múlik, majd hogyha időm engedi, akkor megvágom a felvételt. Minden mindenki múlik, mert ez az egész egy csapatjáték, úgy, ahogy minden más. Viszont ha van valami, amivel szeretnék elbúcsúzni, akkor az az, hogy csak erőt és kitartást és őszinte hitet és szeretetet szeretnék mindenki nevében kívánni ahhoz, hogy merjünk beleállni a saját vágyainkba és gondolatainkba, illetve merjünk önállóak lenni ezeket tekintve, és hogy akiket szeretünk, azokat szeressük tényleg kedvel és őszintén. És vigyázzunk magunkra. Jó egészséget mindenkinek. Köszönjük szépen mindannyitoknak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Szabán Sabon megkért bennünket, hogy konferáljuk, hogy 5 órakor lesz még egy nagyon izgalmas műsor, azon is legyetek itt, szociológiai kérdésekről lesz szó. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük a részvételt! Jó nézel ki!